Tisztelt hallgatóság, előbb Groma professzor mondta, hogy milyen jó a cím, hogy az atomoktól a csillagokig, hát kiderült, hogy alálőttünk. Tehát nem az atomistálától a csillagokig foglalkoznak itt az emberek, hanem az atomoknál sokkal kisebb részecskékkel, és a csillagoknál sokkal nagyobb dolgokkal, a galaxisokkal és az egész univerzummal is. Ez az ábra, ugye láthatóan nem ér véget a csillagoknak, hanem még a galaxisok is ott szerepelnek. És ugye arról is szó volt, hogy a legkisebb és a legnagyobb dolgoknak a fizikája összeér, ezt akarja jelképezni ez a nagy piros kör, ami itt összefoglalja. Mindazt, amivel itt a fizikusok foglalkoznak, természetesen ugye mi vagyunk ott az egésznek a kellős közepén, mert a fizikus a fej, ahogy ezt a fizikus nóta is mondja. Hát most miről lesz szó? A fekete fényről. Jelenleg a fény nemzetközi éve van, a csillagászok rögtön hozzátették, hogy a kozmikus fénynek is az éve van, nem csak a optikával foglalkozó, tehát a rendcsecsiszolgató meg a lézereket működtető fizikusok, hanem a csillagok fényét vizsgáló fizikusok is ünneplik a fényt, és ezzel kapcsolatos tudományos eredményeket, illetve technikai alkalmazásokat. Látni fogják, hogy a mai előadásban is előbukkannak az atomok, amint mozognak és fényt bocsátanak ki, és az egész univerzum, amint ezt a fényt terjeszti, vagy elnyeri, vagy valahogy feldolgozza. Tehát itt is mindenről lesz szó, a legkisebbektől a legnagyobbak. Hát ugye először, bocsánat, van ott egy acspici, amit valahogy el kell innen húzni. Aha. No, tehát elsőként meg kéne érteni, mi a csoda az a fekete fény. Erről szól itt az előadás, és elsőként kérdezzük meg, mi az. Rögtön megmondom, hogy ne feszítsük a húrt. Ez egy viszonylag egyszerű fizikai jelenség, aztán majd kiderül, hogy mi minden van mögötte. Az atomos anyaggal, tehát a közönséges anyaggal termodinamikai egyensúlyban levő sugárzás. Na most ezeket mind külön meg kell érteni, mi az, hogy termodinamikai egyensúly, miféle sugárzásról lesz szó. Több néven fut ez a dolog, feketetest sugárzás, hőmérsékleti sugárzás, üregsugárzás, ez mind ugyanazt akar jelenteni. Az alapjelenséget mindenki ismeri, aki már ült tábortűznél és látta, hogy ott fölmelegednek a testek, és akkor ott elkezdenek világítani. Tehát egy fölmelegített szilárd test sugárzás bocsát ki, fényt bocsát ki. A trükk az, hogy amikor a fizikusoknak már több eszközük lett, mint a közönséges szem, amivel a látható fényt látjuk, akkor rájöttek, hogy nem csak a felmelegített testek, hanem például az asztal is kibocsát sugárzást, csak olyat, amit nem látunk szemmel, tehát infravörös sugárzást. És amikor elég sok műszerünk van, akkor akármilyen hőmérsékletű testnek tudjuk a sugárzását vizsgálni. Tehát, hogy elég meleg lesz, akkor ez látható fény, ha nincs elég meleg, akkor nem látható, de hát valamilyen értelemben az is fény. Most persze van némi bonyodalom hozzá, kellett tenni, hogy szilárd testek, folyadékok esetleg plazma, de például a gázok nem ilyen sugárzás bocsátanak ki, az izzógázok is világítanak, de azoknak, amikor megvizsgálják műszerrel a fényét, más. Amikor neoncseveket, higanytűzlámpákat, nátriumlámpákat nézegetünk, és megvizsgálják spektroszkóppal, annak más a fény, úgynevezett vonalas színkép. Még a szilárd testeké más. De hogyha tovább melegítjük az anyagot, és forró plazma lesz, mint a csillagokban, akkor megint olyat kapunk, mint a szilárd testek. Jaj, de furcsa, a gázok másképp viselkednek, és a szilárd testek meg a plazma hasonló módon viselkedik. Ezt mind jó lenne megérteni. Most persze, hát értjük, hát túl a 20. század fizikáján, ahol megmagyarázták az atomoknak a tulajdonságait, szétszették, és azt, hogy mi van az atomokban, ezt mind tudjuk, akkor nagyon egyszerű, tudjuk, hogy az anyag elektromosan töltött részecskékből áll. Első közelítésben protonokból, meg elektronokból, tehát atomokból, elektronokból, és ezek mozognak az anyag belsejében, és ha mozgó töltések, a gyorsuló töltések, elektromágneses sugárzást bocsátanak ki, ezt mindenki tudja. Ezt már Maxwell óta tudjuk. A Maxwell egyenletek, ugye természetesen megtalálhatók a megfelelő helyeket. Tehát 1864 óta tudjuk az elektrodinamikának az alapjait, azóta tudjuk, hogy a gyorsuló töltés sugárzásbocsátanak ki. Nagyon egyszerű akkor a magyarázat. Vizsgáljuk meg a szilárd testben az összes elektronok meg összes atomoknak a mozgását, kövessük és számítsuk ki a teaki sugárzásokat. Elméletileg. Gyakorlatilag ez véghezhihetetlen. Tehát ezt nem tudjuk végigcsinálni, viszont mégiscsak szeretnénk megmagyarázni azt, hogy miért és hogyan sugároznak ezek a testek. Ráadásul ezeket a jelenségeket már akkor kezdték vizsgálgatni, amikor még nem tudták, hogy az anyagatomokból áll, voltak, akik sejtették, de még nem volt rá semmi bizonyíték. Ezért van egy úgynevezett, megpróbálom kimondani, fenomenológikus közelítés. Fenoména azt jelenti, hogy jelenség. Tehát a jelenség leírása anélkül, hogy mikroszkopikus magyarázatunk lenne. Szeretnénk megismerni ennek a jelenségnek a törvényeit,
és leírni lehetőleg olyan matematikával, ami visszaadja azt, amit tapasztalunk, anélkül, hogy belemennénk az én bonyodalmakba. Furcsának tűnik, de azt hiszem a középiskolában mindenki tanulta a gáztörvényt. P szer V meg T, ugye mondanak valamit ezek a betűk itt többeknek. Tehát azok a törvények, amik a gázokra vonatkoznak, azok is olyanok, hogy mi van mögötte. Hát ott az atomok szaladgálnak abba a gázba, és annak az egymással, meg a fallal való ütközéséből le lehet vezetni ezeket a törvényeket. De amikor Kérüsszek meg a többiek ezeket a törvényeket megállapították, akkor nem látták az atomokat, nem tudtak róla, hogy vannak, csak nyomogatták ott azt a bizonyos dugattyút, amiből mindenféle dolgozatot lehet írni középiskolába, és megnézték, hogy mennyi a nyomás meg a hőmérséklet. Tehát bevezettek olyan fogalmakat, amik az egészet úgy általában leírják, és az ezzel kapcsolatos fizikai törvényeket keresték. Hát itt is erről van szó, keresünk meg ezeket a törvényeket. Na, akkor ezt tudjuk a fekete fényről, és gyorsan leszünk ezek róla néhány fontos tulajdonságot. Egyik ez, hogy a kvantumelméletnek, ami a 20. század fizikájának a nagy eredménye, és ami minden, ami ma fizika alapul, ennek a kiinduló pontja a feketetes sugárzásnak a vizsgálata volt 1900-ban. Éppen véletlenül úgy jött ki, hogy egy szép kerek évfordulón kezdődött a kvantum elmélet 1900 novemberében, írta föl Planck azt a fizikai törvényt, amely a kvantum elméletnek a kiinduló pontja volt, és ennek a sugárzásnak a vizsgálata alapján erről lesz szó. Másrészt, ugye mindenki összes sci-fiből meg egyebekből tudja, hogy fekete lyukok vannak, jaj, milyen izgalmasak, át lehet rajtuk menni egyesek szerint, és így tovább. Ezek szerint valami rosszul működik a mikrofonnal, hogyha Lajos itt lefelé jön. Jó. Igen. És ezzel mit csináljak? Ugyanúgy. Be van kapcsolva? Most jó? Igen. Na akkor. Lehet hallani? Jó. No hát akkor. A fekete testek, vagy a fekete lyukak, ezek a titokzatos asztrofizikai objektumok és fekete test sugárzás bocsánat ki. Az ember bólít, persze, a fekete, akkor fekete test sugárzás bocsát ki. Hát ennek a kétféle feketességnek semmi köze egymáshoz. Ez véletlenül, viszont más tulajdonságok alapján nevezték el egyiket másikot. És az egy nagy meglepetés volt, amikor Hawking 1975-ben felírta azokat a fizikai képleteket, amikből az jött ki, hogy a fekete lyukból ilyen sugárzás jön ki. Na most ez nagy... Jaj. Nem jó? Na mindegy, megpróbálom sem letenni. No, tehát a fekete lyukból nem jön ki semmi, aztán kiderült, hogy kijön belőle speciál ilyen feketetes sugárzás. Na, ez nagyon misztikus. A harmadik fontos dolog pedig, hogy az egész univerzumot egyenletesen betölti az a bizonyos háttérsugárzás, ami csodák csodájára, szintén feketetes sugárzás, mégpedig oda van írva, hogy hány fokos, 2,7 Kelvin, azért az jó hideg. Oké, tehát valahogy az univerzum olyan, mintha ilyen nagyon hideg test lenne, ennek a sugárzása már nem a látható fény, hanem a rádióhullámok, a milliméteres rádióhullámok tartományába esik. Ez is egy feketetes sugárzás. Most ezeket a dolgokat mindnek kéne érteni, ezek mind nagyon nagy mérföldkövek voltak a tudománynak a fejlődése során, és ezek mind ugyanannak a fekete fénynek a különböző megnyilvánulásai lennének. Hát ugye először is meg kéne érteni, mi az, hogy fény. A Józsi mondta, hogy nem tudja, mi az, hogy fény. A fény anyag. Ezt tessék jól megjegyezni. A fény az anyagnak az egyik fajtája, de nagyon furcsa anyag, nem olyan, mint a közönséges, az asztal, meg a fémdarabok, meg egyebek, mert nem atomokból áll. Hosszú évszázadok fejlődése alatt megtanultuk, hogy a bennünket körülvevő anyagdarabok azok atomokból, az atomokból összerakott bonyolultabb molekulákból, meg egyebekből állnak. A fény is anyag, csak nem atomos. Azóta már többfajta ilyen anyagot ismerünk, de a fény volt az első, és azért viselkedik annyira másképp, mint a többi féle anyag, mert nem atomos, és ezért olyan furcsa, szóval az emberek először nem is gondolták, hogy anyag. Tehát ez volt az első nem atomos anyag, amivel az emberiség találkozott. Hasonlítsuk össze egy kicsit a közönséges anyagnak a tulajdonságait, egyéb nem anyag jellegű dolgokat. Például a kövek, kristályok, fadarabok, azok atomokból állnak. A fény, a hang, a szél, a szagok, az elektromosság, a szerelem, az nem atomokból áll. Na most kérdés, hogy ezek közül melyik anyag?
Hát a szerelem az valószínűleg nem anyag, egyelőre még nem dolgozták ki, hogy, kell szerelem atomokat, molekulákat, stb. Összerakni, és mi a szerelem fizikája, bár próbálkoztak. Az 1700-as években Newton fizikájának a sikere után megpróbálták fölírni a két szerelmes között fölépő vonzóerőnek a törvényeit, hogy az is 1/R arányos-e, vagy ilyesmi, nem nagyon sikerült. Főleg változtatni, hogy nagyobb legyen a vonzóerő, meg ilyenek. Na, azóta is próbálkoznak többen. Milyen tulajdonságai vannak az anyagok? Hát a közönséges anyagot lehet, helye van, mérete van, tömege van, mozog, van sűrűsége, keménysége. Például a tulajdonság az, hogy áthatolhatatlan. Két ilyen közönséges anyag nem lehet egy helyen. Tessék megpróbálni ugyanezt. Két fénysugár az vidáman lehet egy helyen. Ide másfajta fizikai tulajdonságokat, hangmagasság, szín, világosság, árnyalat, az elektromosság feszültsége és áthatolhatóság. Tessék összehasonlítani a vízsugarat a fénysugárral. Ember kimegy a kertbe, vesz két slagot, és spriccel a víz, és akkor így megpróbálja őket keresztezni. Hát nagy fröcsögés lesz. Tessék ugyanezt két zseblámpával megcsinálni, fény így vidáman áthatol. Innen tudjuk, hogy a Jediknek nem közönséges fényből van a kardja, mert tudjuk, hogy az így összakad, és még sistereg is. Tehát az fizikusok úgy mondják, hogy nem lineáris differenciál egyenletek írják le az ilyen típusú fényeket. Szóval ez nem ugyanaz. Milyen kölcsönhatásokba lépnek el a közönséges anyagok? Hát mit, hogyha kölcsönhatnak, akkor például azt veszük észre, hogy gyorsulnak, ütköznek, összetörik egymást az anyagok, vagy deformálódnak, vagy esetleg kémiai átalakulások mennek, hogyha két különböző kémiai anyagból álló golyót fogunk összegurítani. Itt meg más jellegű kölcsönhatásokról van szó, hővezetés, visszaverődés, fénytörés, ilyeneket tanulunk az optikában. Közönséges nehéz anyagok fizikája, hogy első közelítésben az a mechanika volt, amit annak idején kitaláltak, aztán kiderült, hogy ezeknek a dolgoknak egy része visszavezethető a mechanikára. A szél az nem más, mint a levegő molekuláinak az olyan mozgása, amikor úgy együtt mozognak. Kiderült, hogy a hang is a levegő molekuláinak a mozgása, csak akkor nem így egybe mennek, hanem valami ilyesmiket csinálnak, tehát hullámoznak. Aztán kiderült, hogy a hő is a levegő molekuláinak a mozgása, csak akkor már így csinálnak össze-vissza, rohangásznak, tehát még rendezen. Egy ideig azt gondolták, hogy hát, ha ez ilyen jól megy, akkor egy business user, folytassuk tovább, és majd megmagyarázzuk az elektromosságot, meg a fényt, meg egyedeket ilyen mechanikai modellekkel. Nem sikerült. Ez nagy meglepetést okozott a fizikusoknak, hát Newton óta 200 évvel át a mechanika diadalútja volt. Az 1800-as évek közepén Faraday jött rá arra, hogy az elektromosság az egészen más. Ő találta ki azt a képet, amit mindenkinek tanítanak az iskolában, hogy erővonalak vannak, hogy a térbe hajladoznak az elektromos, meg a mágneses erővonalak, stb. És végül Maxwell fölírta a megfelelő egyenleteket ennek alapján, amik nagyon más jellegűek. Tehát itt néhányat ki tudok húzni, de a fény az maradt, az továbbra sem tekinthető atomos anyagnak. Fény, tudjuk, hogy elektromágneses hullám. A Maxwell egyenletek, amit a mellékelt ábra mutat, ezek írják le. Azért hoztam ezt a pólót, tessék összehasonlítani, ott angolul van a szöveg, hátamon meg norvégül van a szöveg, de a képletek ugyanazon a nyelven vannak, a fizikusok egyetemes nyelvén, amit majd, ha jönnek ide fizikusnak, akkor meg lehet tanulni, sőt, én fogom belőle vizsgáztatni önöket. Na minden esetre ezek a törvények, ezek tapasztalatunk szerint teljesen leírják az elektromágneses jelenségeket. Ha elég sokáig gyötörjük őket, akkor le lehet belőle vezetni például a fény tulajdonságait. Ebből a Józsi fogja vizsgáztatni a megfelelő embereket. Mert az elektromágneses spektrum, ugye a spektrum az a frekvencia hullámhoz szerinti felosztását jelenti dolgoknak, így szokták lerajzolni, ez csalás, mert ugye minden itt a tengely mentén különböző hullámhosszú hullámok vannak, itt meg lerajzoltak egy hullámot, aminek változik a hullámhossza, hát kissé csalás, de tessék észrevenni, hogy ez a skála, ez nem egyenletes, ez logaritmikus. Itt ugye a milliméter tört része, vagy nanométer tört része van, ott vannak a gammasugarak, röntgensugarak, és akkor mindig, amikor valamennyivel odébb vagyunk, akkor mindig meg tízszereződik a hullámhoz, itt már a 100 méteres rádióhullámok vannak meg, és amikor bemondta a Kossuth Rádió, hogy a 550 méteres hullámhosszon ad, hát akkor valahol itt volt. És közben van egy nagyon kicsin tartomány, itt látszik, hogy a néhány száz nanométeres hullámhosszú sugárzás az, amit a szemünk lát. Miért pont ezt? Hát ez érdekes. Két oka van. Egyrészt, mert a nap ebben a tartományban nagyon erősen világít, másrészt a légkör ezt átengedi. Hiába lenne csodálatos ultraibolya szemünk,
tök sötét lenne, mert a légkör elnyeli a napnak az ultraibaj sugárzását. Nyilván az evolúció nem fejlesztett ki olyan szemet, ami olyan fényt észlelne, ami nem jön le az űrből. Tehát ez úgy össze, nem azt mondjuk, hogy ez az isteni gondviselés, hanem nyilván úgy alakult ki az élőlények szeme, hogy azokat az elektromágneses sugárzásokat tudja detektálni, amik bőségesen rendelkezésük állnak. Azt tessék észrevenni, hogy ez egy nagyon kicsi tartomány, tehát ki kellett nagyítani. Most minden esetre ma ezen az előadáson, amikor azt mondom, hogy fény, akkor tessék akármilyen hullámhosszú sugárzásra gondolni. Nem mondom külön, hogy gamma sugár vagy rádió, fény az, aki mindent fog jelenteni. Szeretném ismételten hangsúlyozni, a fény anyag. Például energiát hordoz, aki kiállt a napra és érezte, hogy úgy árad belé a hő, azt tudja, hogy érkezett energia a napfény segítségével. De impulzus, lendületet is hordoz, ez kicsit nehezebb kimérni. 19. század végén mérték, hogy egy tükörre beeső és onnan visszaverődő fény, az pont úgy viselkedik, mint amikor egy labdát vágok hozzá a falhoz és visszapattan, erőt gyakorol és arrafele ellöki azt a testet. Hát kicsit, de megfelelően finom műszerekkel ki lehetett mérni. A fényre hat a gravitáció. Einsteinnek ez a sokat emlegetett általános relativitás elméletben jósolta meg 1915. novemberében, hogy a fény elhajlik, amikor elhalad a napnak a gravitációs terébe. 1919-ben kimérték, nagyon pici, miért? Mert a napnak kicsi a tömege. Hát ugye hozzánk képest viszonylag nagy, de a gravitáció nagyon gyenge erő, és ezért aki már fenékre esett, az úgy gondolja, a gravitáció erős, de erről már volt egy külön előadás, ahol megbeszéltük, hogy miért is gyenge a gravitáció. Tehát egy akkora böhöm nagy test, mint a nap, másfél szög másodperccel tudja elkanyarítani a fénysugarat. Lehet tisztelni a csillagászokat, hogy ezt ki tudták mérni. A fény, mint anyag átalakulhat más anyaggá. Ez a bizonyos sokat emlegetett párkeltés, amikor a fénynek a részecskéi elektron és pozitron párrá alakulnak, és fordítva, hogy elektron meg a pozitron találkozás, akkor például fényrészecskék, fotonok keletkezhetnek. Vannak más nem atomokból álló anyagok, elektromos mágneses mezők, stb. Más részecskék, de ezeknek a fizikai elmélete általában a fénynek az elmélete alapján alakult ki. Na megbeszéltük, mi az, hogy fény. Most beszéljük meg, mi az, hogy fekete. Mindenki látott már feketét, mindenki tudja, hogy fekete az a test vagy felület, ami nem bocsát ki fényt. Ezt mindenki tudja, csak mindenki rosszul tudja. Nem igaz. Tessék elképzelni, hogy ilyen lenne a világ, ott egy fekete test, megérkezik a sugárzás, megérkezik, és ez nem bocsátja ki, hanem mind elnyeli. Fény energiát hoz. Az összes energia ott maradna benne, pillanatokon belül fölforna, elpárologna. Ilyenek nem szoktak történni. Tehát ezek a testek nem nyelik el mind a fényt. Pontosabban kell elszámolnunk a dologgal. Itt van ez a bizonyos test, megérkezik a külső sugárzás, egy része visszaverődik. Visszaveréshez nem kell tükör, tehát nem azon múlik, hogy mennyire van megcsiszolva, egy része rögtön visszapattan a fénynek, más része elnyelődik, és utána az a test maga is kibocsát elektromágneses sugárzást, és ez olyan, mint egy vállalat, hogy vannak beérkező dolgok, van, amit nem fogad el és visszaküldi, aztán van, amit feldolgoz, és utána kibocsátja, és az egészről lehet mérleget készíteni. Posta? Hát, feldolgozza, szóval. No, ugye az elnyelt energiát azt úgy kapjuk, hogy a bejövő összenergiából levonom azt, ami visszaverődött. Ja, a színek mutatják, hogy ami bejött, az a piros, ami visszaverődött, az sárga, a fekete az akkor elnyelődött. Abszolút feketének nevezzük azt a testet, ami nem ver vissza semmit. Tehát nem arról van szó, ami nem bocsát ki semmit, hanem ami mindent elnyel. De attól ő még sugároz, földolgozza és kisugározza az energiát, csak esetleg más hullámhosszokon. Jó? Tehát azt hívják abszolút fekete testnek, ami nem ver vissza semmit. Ilyen test nincs. Akkor befejezhetjük. Na nem, de hát majdnem ilyen van. Egy jól bekormozott felület, meg egyébként mindjárt mutatom, hogy csinálnak a fizikusok ravaszul fekete testet. Azt hiszem itt valahol a laborban, valahol itt kell lenni. Péter, melyik itt a fekete test? Na, majd megmutatja a kísérletnél, hogy csináljuk az ELTE-n a abszolút fekete testet. Na minden esetre tegyük hozzá azt, hogyha a test egyensúlyban van, tehát sokáig
ott bizonyos körülmények között van, akkor a hőmérséklet állandó, tehát nem kap több energiát, mint amennyi. Ugye, mint a vállalat pénzeszközei összesen állandók, ami bejön, az rögtön kimegy, vagy ami befolyik, az rögtön kifolyik. Tehát akkor ugyanannyit fog kisugározni, mint amennyit elnyel. Rakjuk össze ezeket, tehát az elnyelt, az a bejövő mínusz a visszavert, ott látszik a rajzon, abszolút fekete nem ver vissza semmit, akkor a sárga nincsen. Ami bejött, azt elnyelte. És utána azt mondjuk, hogy ki is sugározza. Tehát a különböző irányokban mindenféle kisugárzott energia összességében annyi, amennyit elnyelt. De nem ugyanolyan, tehát nem ugyanazt a sugárzást küldi tovább. Hát akkor átlátszó lenne, akkor nem vennénk észre. A láthatatlan emberen átmegy a fény, és aki mögötte van, az nem tudja, hogy ott volt valami. Én elnyelem a sugárzást, és mindenféle kibocsátok például infravörös sugárzást, és ezért mögöttem nem látják azt a fényt, ami itt bejött. Tehát ez valahogy processzálja, feldolgozza ezt. Egyensúlyban a hőmérséklet állandó, tehát a kisugárzott energia megegyezik az elnyelt energiával, tehát megegyezik a bejövő energiával. Tehát amikor ez a test egyensúlyba kerül a sugárzással, ami bejön, ugyanannyi kimegy kicsit másképpen, akkor mondjuk, hogy egyensúlyban van, és az a sugárzás, amit ez kibocsát, ez a fekete test sugárzás. Ugye itt az elején feltettük, hogy nincs visszaverődés, ezért egyszerűbbek ezek a képletek. Meg lehet csinálni annak a fizikáját is, amikor van visszavert sugárzás. És akkor a test bizonyos hullámoszokon szeret visszaverni, más hullámoszokon kevésbé, ezért látjuk színesnek, mert például a pirosat visszaveri, a zöldet meg elnyelni, akkor az egy piros testnek néz ki, vagy fordítva. Tehát ez azon múlik, hogy mit ver vissza. Ha nem ver vissza semmit, akkor kizárólag azt a sugárzást látjuk, amit itt feldolgozás után kibocsát, és annak univerzális törvényei vannak, erről szól ezekről a törvényekről ez az előadás. Na most azt mondtam, hogy egyensúlyba kerül a saját sugárzásával. Hát hogy a fenében, amit kisugároz, az elmegy. A fény egyenes vonalba terjed, elmegy a végtelenbe. A fizikusok kitaláltak egy trükköt, hogy betesszük ezt a testet egy nagyobb testnek az üregébe. Készítünk egy nagy szilárd testet, ami így körbeveszi ezt a lukat, és abba beletesszük ezt a kis testet. A kis test kibocsátja a saját sugárzását, a fal elnyeli és visszasugározza, és akkor végül a test a saját sugárzásában fürdik, és ha beáll az egyensúly, akkor a saját sugárzásával van egyensúlyban. Jó? Ez a nagy trükk, és ezért hívják üregsugárzásnak ezt, amit itt csinálunk. Jó? Még egy trükk. Vegyük ki a kis testet középről. Minek az? Akkor most az üregnek az egyik faláról, vagy fal egyik oldaláról kiinduló sugárzás átmegy a másik oldalára, és ott nyerődik el. Tehát ez a fal, ő maga játssza a testnek a szerepét, ő bocsátja ki, ő nyeri el, és ő kerül egyensúlyba ezzel a sugárzással. És ezzel ravasz módon még egy dolgot megoldottunk, az előbb mondtam, hogy nincs abszolút fekete test. Ez az üreg, ez nagyon jól eljátsza az abszolút fekete testnek a szerepét. Tessék elkezdeni, mi volt az abszolút fekete test, ami nem veri vissza a belső fényt. Hogyha most azt mondjuk, hogy ezt a lukat nézzük, bocsánat, akkor hogyha jönne be egy fény, hát az itt nem tud visszaverődni, mert hát igen kicsi a valószínűség, hogy megint megtalálja ezt a lukat és kijön. Tehát ami bemegy a lukon, az benn marad. Másrészt, ami itt benn össze-vissza kószál és véletlenül kifele jön, az arra jellemző, hogy itt belül milyen sugárzás volt. Mint amikor egy zacskó valahol szivárog, és akkor ott csöpök ki belőle egy-két csöp, hát ami kijön, az arra jellemző, hogy mi van belül. Stimmel? Tehát ez a üreg, ez jól jelképezi, és jól megközelíti azt az ideális, elképzelt, abszolút fekete testet. Ezt kell csinálni, nézzünk egy üreget, és megnézzük, hogy benne milyen a sugárzás. És az az érdekes, hogy a termodinamika törvényeiből ki tudtuk okoskodni, hogy ez független attól, hogy miből csináljuk, hogy vasból, fából, fémből, koromból, vagy mi a csodából van az üreg, a falnak a tulajdonságaitól, az anyagi tulajdonságaitól nem függ a dolog, egyetlen dologtól függ, a hőmérsékletétől. Tehát, hogy mekkora ennek a hőmérsékletek, abból ki tudjuk számítani, hogy milyen sugárzás van itt. Ez az a bizonyos nevezetes feketetes sugárzás. Tehát a lényeg az, hogy a szilárd test valahogy kölcsönhatásba kerül a sugárzással, hát ez sokféleképpen megtörténhet, például vannak olyan anyagok, amikre, hogyha fényesik, akkor kirepülnek belőle elektronok.
Ez a fotoelektromos effektus, ennek a magyarázataért kapta Einstein a Nobel-díjat, nem a relativitás elméletéért, mert azt olyan furcsának találták akkor az öreg konzervatív fizikusok, hát ez egy jó kis effektus, ezt megmagyarázta, adjunk érte Nobel-díjat. Így működnek a fényelemek, meg lényegében ennek egy kicsit módosított verziójában működnek a napelemek, amiket most már mindenkinek árulnak a telefontöltése, vagy az űrszondákon levő napelem, ott is arról van szó, hogy beesik a fény, és elektronokat mozdít el a testben. De egy másik fontos eset, amiről most itt beszélünk, ez amikor a fény és az atomos anyag egyensúlyba kerül. Mikor kerül egyensúlyba két test, leteszek egymás mellé egy hideg téglát, meg egy meleg téglát, mikor van egyensúlyba, hogyha egyforma a hőmérsékletük. Tehát itt is azt kell csinálni, hogy az üreg falában levő hő, az ugye az üreg atomjainak a mozgását jelenti, és az abban levő energiát, és benne a sugárzás, mind a kettő jellemezhető valami hőmérséklettel, akkor van egyensúly, amikor egyforma hőmérséklet. Azért utána kéne nézni, számoljunk utána, mi is az, hogy egyensúly. Két rendszer egyensúlyban van, hogyha energiát tudnak cserélni, hogyha külön vannak, akkor nincs semmi közük egymáshoz. Tudnak energiát cserélni, és beáll közöttük valamiféle olyan energiaforgalom, ami egy idő után már nem változik. Van energiaforgalom, de a két rendszer valahogy egyformán viselkedik. Mindjárt ennek a részleteit megbeszéljük. Most próbáljunk egy nagyon egyszerű mechanikai modellt csinálni arra, hogy egy test és a környezete milyen. Vegyünk egy csomó rugót, és kössünk rá ilyen kis golyókat, és tegyünk bele egy nagyobb golyót. Tehát úgy képzeljük, hogy itt ez a bizonyos test, és ez a környezete. És a nagy golyót megmozgatom. Mi történik? Elkezdi rángatni a rugókat, és egy idő után a kis golyók is ott mozognak. Ha ennek utána számolunk, akkor végül valami olyasmit fogunk látni, hogy mindegyik golyó nagyjából egyformán érzek, mindegyiknek ugyanannyi energiája lesz. Azt az eredeti energiát, amit egy golyóra koncentráltunk, az szétszórta a többi között, és kb. Mindegyiknek ugyanannyi lesz. Ezt leszokták vezetni a mechanikában. Mutatok egy kicsit más modellt, most nem golyók, rugók, hanem mondjuk víz. Van a víz, és oda ráteszek egy testet, és megmozgatom, mit fog csinálni, hullámokat kelt, és a hullámok elviszik az energiát a végtelenbe, és végül mi lesz? A hullámok elmentek, a test ott nyugszik a vízen, és a labda akkor már nem fog vacarogni. Mindenki érzi. Bonyolítsuk a jelenséget. Nem végtelen tengert nézünk, hanem egy véges medencét, ahol a két oldalt falak vannak, akkor a kimenő hullámok visszaverődnek. Jó? És akkor ilyen lesz a kép, ami kezd hasonlítani ahhoz, amit a golyós-rugós rendszernél néztünk. Tehát akkor a testnek is vannak rezgései, és ott mocorog, meg a hullámok is mocorognak, csak a víz sokkal többféleképpen tud mocorogni, mint a test, és ezért az energia nagy része a vízben lesz. És ezért egy idő után azt veszük észre, hogy ott hullámzik össze-vissza a víz, és egy kicsit mozog rajta a test. Amit beadtunk neki nagy energiát, hogy így mozogjon, azt úgy szétosztotta a víz között. Ezt várja az ember. Ez lenne a modell. Ott van a szilárd test, és körülötte az elektromágneses mező, a fény. Az energiának a nagy részét kiadja, és akkor ott a környezetében van. És a frász lesz történik. Ha megmérjük, és megmérték az 1800-as években, hogy mondjuk egy 300 Kelvin hőmérsékletű, tehát szobahőmérsékletű test belsejében, ha ott van az a bizonyos kis test, akkor megnézték, hogy a hőmozgásnak mennyi az energia sűrűsége. Hogy az energiát az zsúlban mérjük, el kell osztani a térfogattal, 10^8 zsúl per köbméter az energia sűrűség. És megmérték itt a sugárzásnak, ennek meg 10^-6 zsúl per köbméter, 14 nagyságrenddel kevesebb energia van a sugárzásban. Pont fordítva, mint ahogy az előbb a víznél gondoltuk. A közönséges mechanikai szemléletünk azt mondja, hogy betettünk egy testet, átadta a környezetének, a sok szabadsági fokának az energiáját, az energia nagy része ott van körülte, neki alig maradt valami. Itt viszont fordítva, a test megőrizte magában az energiát, adott egy kicsit az elektromágneses sugárzásnak, de tényleg csak egy elhanyagolható, és mégis beállt az egyensúly. Ez a jelenség volt az első példa arra, hogy valahogy a mechanikai modellek nagyon rosszul működnek ennek a jelenségnek a leírásában. Világra szóló marhaságot mondanak, amikor ilyen szemléletes modellekkel dolgozunk, mint a vízhullámok, valahogy másképp van itt. Tehát a termodinamikához, az egyensúlyoknak a tudományához kell fordulni. Aki már volt korábbi előadáson, akkor ezt a sztorit már ismeri. Jean, hány fok van ide bent? 20 fok uram. És odakint 4 fok uram. Jean, nyissa ki az ablakot, engedje be azt a 4-et is.
Hát ezen többen rögni szoktak. Miért? Hát mert itt valami ellentmondás van. Tessék elképzelni ugyanezt a viccet úgy, hogy hány vendég van ide bent? 20. És odakint 4. Nincs, aki az ajtót engedje be a 4-et, senki nem röhög. Tessék végig gondolni, vannak olyan dolgok, amikor kinyitom az ajtót, akkor vannak, amik összeadódnak, például a vendégek száma, és vannak, amik nem adódnak össze, például a hőfokoknak a száma. Jó? Tehát ezt úgy lehet lerajzolni, hogy ha van egy meleg test, meg egy hideg test, és összeengedjük őket, akkor langyos testet kapunk. Míg hogyha az egyik szobában volt 4 vendég, a másikban meg 3, összeengedjük őket, akkor lesz egy nagy szobában 7 vendég. Tehát a két részrendszer egyesítésénél van, ami összeadódik, például a térfogat, a részecskék száma, az energia, az elektromos töltés, ezek összeadódnak. Ezeket ők úgy szokták hívni, hogy extenzív mennyiségek. És vannak más dolgok, amik meg kiegyenlítődnek, például a nyomás. Az egyik tartályban nagyobb volt a nyomás, a másikban kisebb, kinyitom, akkor átfej annyi gáz, hogy végül egyforma legyen a nyomás. Koncentráció. Egyikben sűrű cukoroldat volt, másikban meg tiszta víz, akkor addig kavarognak ott az atomok, amíg egyformán mindenhol egy olyan lesz a cukornak a koncentráció. A hőmérséklet, elektromos potenciális, ilyesmi. Ezeket úgy hívják, hogy intenzív mennyiségek, ezek kiegyenlítődni szeretnek. A termodinamika tudománya ezzel a két fajta mennyiséggel foglalkozik, és tessék észrevenni, mikor van egyensúlyban a két rendszer, hogy az összes intenzív mennyiség ugyanannyi a kettőben. Ha koncentráció különbség van, akkor megindul az áramlás, cukor megy át az egyik oldalon a másikra. Hogyha elektromos potenciál különbség van, akkor áram folyik át. Ha az egyik melegebb, mint a másik, akkor hőenergia megy át egyikből a másikba, addig, amíg a két oldalt a hőmérséklet egyforma nem lesz. Tehát a termodinamikai folyamatokban ezek a makroszkopikus, tehát a nagy testeknek a látható folyamatai akkor történnek meg, hogyha az intenzív mennyiségek nem egyformák, és ezek abba az irányba mennek a folyamatok, hogy ezek kiegyenlítődjenek. Hogy is történik ez? Legjobb példa úgy kell elképzelni, mint a közlekedő edények lennének. Van két tartályunk, és alul össze van kötve egy csővel, és mondjuk nem egyforma magas benne a víz. Ugye itt a víz magassága játssza annak az intenzív paraméternek a szerepét. Ha egyikben magasabb a víz, akkor addig folyik át a csövön a víz az egyikből a másikba, amíg végül egyforma magas lesz. Egyikben a magasság nagyobb volt, mint a másik, nincs egyensúly, és áramlás van. Tehát ide például be tudok tenni egy kis kereket, amit a víz áramlása hajt, és az áramot tudok fejleszteni, tehát ki tudom használni ezt munkavégzésre. Hogyha egyforma magasan vannak a két tartályban a vízszintek, akkor nincs ilyen áramlás, akkor hiába teszek ide egy kereket, az nem fog forogni. Tehát ez az, amikor a két intenzív paraméter egyforma, erre mondjuk, hogy egyensúly van. Na most ez nem azt jelenti, hogy nyugi van. Ha nagyító van, itt ugye volt egy makroszkopikus áramlás, észre lehet venni, hogy az egész folyik. Itt is van mozgás, de nincs áramlás. Ha kinagyítjuk, akkor azt látjuk, hogy egyik molekula megy jobbra, másik molekula megy jobbra, de összességében ugyanannyi megy jobbra, mint balra, és ezért a teljes kiáramlás, teljes oda-vissza áramlás az összességében nulla. Erre mondjuk, hogy ez az egyensúly ez nem statikus, tehát mindenki áll és ott vannak békében, hanem dinamikus, erre is mennek, arra is mennek, és összességében minden marad. Egymást kiegyenlítik ezek a mikrofolyamatok. Na most kérdezzünk meg, lehetséges az, hogy például a gyors molekulák jobbra mennek, a lassú molekulák meg balra mennek. Maxwell mutatta, vagy kitalálta, hogy nem csak elektrodinamikával foglalkozott, hanem termodinamikának is az egyik atyamestere volt, kitalált egy démont. Egy kis démon, aki nézegeti az atomokat, és ott áll egy kapunál, és akkor nézi, és átengedi a gyors molekulákat jobbra, és a lassú molekulákat meg balra engedi. Hát mi történik akkor végül? Jobb oldalt összeülnek a gyors molekulák. De mit jelent, hogy a molekulák gyorsan mozognak, az, hogy melegebb van. Tehát ez, akkor az történne, hogy a folyadék az egyik tartályban fölmelegszik, a másikban meg lehűl. Jaj, de érdekes lenne. Tessék elképzelni, megy a hajó a tengeren, a langyos tengeren, és valami ilyen folyamattal fölmelegíti a kazánt, és visszadobálja a jégkockákat a tengerbe, és a fölmelegített kazánnal lehet fűteni a kapitánynak a fürdőszobáját, vagy esetleg a hajógépét. Milyen jó lenne? Energetikailag ez lehetséges lenne, de mit írja meg? A termodinamika második főtétele, ami azt mondja, hogy kiegyenlítődnek a folyamatok. Langyosból nem lesz hideg meg meleg, kivéve a csillagképződés, de arról néhány éve volt egy külön előadás. Hogy lesz a langyos gázfelhőből forró csillag, meg hideg világűr. Jó? Tehát azért a világ egy kicsit bonyolultabb, mint hogy az ember két mondatban elmondja az egészet. Na minden esetre
Ezt a második főtétel megtiltja, erre mondanánk, hogy másodfajú, örökmozgó, hogy langyos vízből hideg és meleg lesz. Tehát ez nem történik. Tehát ez csak úgy lehet, hogy ugyanannyi gyors és lassú molekula megy jobbra is, balra is, meg a gyors, külön a gyorsakból is ugyanannyi megy, a lassúakból is ugyanannyi megy erre-arra. Tehát minden részfolyamat kiegyenlíti egymást. Ha külön megnéznénk a gyors molekulákat, és arról csinálnánk egy könyvelést, jobbra ment 42, balra megy 42, lassú molekulából jobbra ment 27, balra megy 27, külön-külön mindegyikre stimmelni a egyensúly. Erre mondják, hogy részletes egyensúly. Nem csak úgy globálisan kell teljesülni, ugyanannyian mennek, hanem hogyha részkategóriákra osztjuk, akkor erre annyi szír, arra annyi szír, stb. És akkor mindegyik fajtából külön-külön beáll az egyensúly. Ez a részletes egyensúly elve, akkor van ez az egyensúly. Tehát nézzük meg ezt a szilárd anyagú üregre és a sugárzásra. Ha nem lenne részletes egyensúly a sugárzásnál, akkor az történne, hogy például egyik irányba, mondjuk úgy próbáltam rajzolni, hogy erre megy a piros fény, és erre megy a kék fény. Mondjuk több menne így jobbra. Akkor be tudnék tenni oda valamilyen szűrőt, és megakadályoznám az egyik irányba menő fényt, és akkor ott körbe menne az energiaáramlás. Betennék oda egy kis lapátot, amit fújna, hó, hát már is tudtam energiát termelni. Vagy másképp is mondhatom, hogy a sugárzás egy részét leárnyékolom, akkor egyik oldalon a fal fölmelegszik, a másik oldalt meg lehűl, kettő közé kapcsolok például egy hőelemet, és már is energiát szedtem ki. Ez is egy másodfajú örökmozgó. Volt egy adott hőmérsékletű test, nem csináltam vele semmit, csak beletettem egy kis falat, és már is energiát tudtam kiszedni belőle. Ez is egy másodfajú örökmozgó. Ez sem lehetséges, ezt is megtiltja a termodinamika. Tehát ide is érvényes a részletes egyensúly elve, fenn kell állni, és ezt pontosan úgy lehet kimondani, hogy ha kinézek itt egy kis felületdarabot, meg itt, akkor mondjuk errefele megy a sugárzás, és ellenkező irányba ugyanannyi energia megy. Ha sugárzást felosztom különböző frekvenciai hullámokra, akkor minden frekvencián külön teljesülnie kell. Abba az irányba adott frekvenciából ugyanannyi, mint az ellenkező. Akkor osztom ilyen kisebb kategóriákra a sugárzást, mindegyikben külön-külön fenn kell állnia az egyensúlynak. Na most ez egy nagyon erős érv, és amikor okos fizikusok a 19. század második felében nekiálltak ezt az elvet matematikára fordítani, ijesztésül fölírtam a képletet, levezették belőle ezt a képletet. Mit akar ez mondani? Nem kell tudni a részleteket. Az epsilon az az energiasűrűséget jelenti. Tehát, hogy mondjuk egy köbcentiméterben mennyi energia van, egy adott frekvencia tartományban, mondjuk a 400 és a 450 nanométeres közötti sugárzás, mennyi energiát képvisel egy köbcentiméterben. Aztán ugye ezt meg lehet csinálni később, mondjuk a 800 és a 850 nanométer között, stb., vagy akármilyen kicsi intervallumocskákra fel lehet osztani. Az jött ki, ezt bekapták, hogy omega az a frekvenciáját jelenti a sugárzásnak, és ravasz módon a frekvencia per a hőmérsékletnek valamilyen függvénye jelenik meg, K meg egy olyan állandó, amit meg kell mérni. Ezt a függvényt ezt nem tudták kitalálni. Tehát a részletes egyensúly elvéből 1870-es, 80-as években levezették ezt a képletet. Ez egy rettentő erős tudományos fegyvertény volt, tehát nagyon alapvető termodinamikai elvekből le lehetett vezetni egy képletet arra, hogy milyennek kell lenni annak a sugárzásnak. Tessék érezni, az ember nem tudja azt, hogy itt most elektromágneses sugárzásokban az, hogy vannak atomok és azok bocsátják ki, pusztán abból indultunk ki, hogy egyensúly van. A termodinamika a világ legáltalánosabb fizikai tudománya, abból nagyon sok minden következik, ilyen erős, hogy ezt le lehetett veszetni. Hát azt már nem sikerült, hogy ennek a függvénynek a konkrét alakját levezessék, ezért ezt a függvényt megmérték. Körülbelül így néz ki. Tehát a frekvencia függvényében itt van ez a görbe. Nagyon nehéz volt megmérni. Például azért, mert a sugárzás kibocsátó berendezés, meg az elnyelő és az analizáló berendezés között levegő van, és a levegő a sugárzás egy részét elnyeli. Tehát ez egy idealizált görbe, amit rajzoltam, a valóságban valamilyen nagyon cikcakos volt, és eltartott egy darabig körülbelül 40 évig, amíg elég pontosan meg tudták ezt mérni. Mikor lettek kész vele? 1900 novemberében mérték meg legpontosabban ezt a görbét. Hogyha összeadom az energiát, hogy a különböző frekvencia tartományokban mennyi energia van, azt mit lehet csinálni? Hát akkor megkapom a görbe alatti területet. Az láthatóan az egy véges érték, és ezt ki lehetett okoskodni az előbbiek alapján, hogy ez az összenergia, tehát az egy köbcentiméterben levő energia, az arányos a hőmérséklet negyedik hatványával.
Tehát a kis hőmérsékleten nagyon kevés energia van a sugárzásban, és ahogy növeljük a hőmérsékletet, akkor rohamosan elkezd nőni a sugárzásban levő energia. Ezért olyan erős a napnak a sugárzása, mert annak van 6000 fok körül van a felszíne, és egy kis nyambat asztal környékén alig érezzük, hogy van valami sugárzás, mert a sugárzás a hőmérséklet negyedik hatványával arányos. Jó, ezt lehetett tudni, ezt hívják Stefan Boltzmann törvénynek, és ezt meg kéne vizsgálni. Honnan tudjuk kitalálni azt a függvényt? Tehát a termodinamika erre volt képes. És akkor jöttek a fizikusok, hogy na jó, hát akkor menjünk túl a termodinamikán, csináljunk valami modellt az anyagról. Olyat, mint amit az előbb mondtam, hogy rugókkal összetartott atomok, ezek rezegnek, vagy valami hullámzik benne, meg ilyesmi. Ezeket a modelleket csinálták a klasszikus mechanika alapján, ami akkor a diadalmas elmélet volt, de Newton óta több mint 200 éven keresztül fejlődött és mindent magába olvasztott. És kihoztak egy képletet, hogy a klasszikus mechanikában érvényes az, amit korábban már mondtam, hogy úgy oszlik el az energia, hogy minden lehetséges rezgésre kb. Ugyanannyi energia jut. Ezt így lehet lerajzolni, hogy a különböző frekvenciai rezgéseknek mindegyiknek ugyanannyi energiája van, és ez a hőmérséklettel arányos kászorti. És akkor ebből kihozták ezt a képletet, ez a korábbinak egy speciális esete. Rajzoljuk le. Adott hőmérsékleten a frekvencia négyzetével arányos, ez egy ilyen görbe, mindenki tanulta az iskolába a parabolát. Mennyi a görbe alatti terület, mennyi az összenergia? Most én nem tudtam végtelenig húzni a frekvenciát, de ugye ez a parabola megy tovább, és összeadjuk, és az végtelen. Jaj, de nagy marhasság jött ki. Az üregben levő összenergia végtelen, sőt az üreg egy köbcentiméterében levő összenergia végtelen. Ha meg akarom melegíteni az üreget egy fokkal, tehát a falnak fölemelem a hőmérsékletet, akkor végtelen sok energiát kell befektetni. Tehát, aki már melegített vizet, az tudja, hogy ez véges sok energia befektetéssel, és megy, mert különben a gázszámla is végtelen lenne. Tehát ez nagy hülyeség, és ez jött ki a klasszikus fizikából. Tessék észrevenni, hogy ha erre növelem a frekvenciát, itt van mondjuk a vörös fény, a sárga, a kék ibolya, és itt az ibolyán túl egyre több energia van, és ezért mondták azt, hogy ez az ibolyán túli katasztrófa, az ott az ibolya. Jó, tehát az ibolyán túl katasztrófa van, mert a fizika egyszerűen marhaságot mond. És az előbb mutattam, hogy a valódi görbe az olyan, hogy itt nő, aztán egyszer csak visszamegy. De ebből a modellből az jött ki, hogy növekszik a végtelenségig. Nyilvánvaló nonsense. A klasszikus fizika két jól bevált ágát, a termodinamikát meg a mechanikát használtuk föl, és effektíve hülyeség jött ki. Kétféleképpen is hülyeség, ellentmond a tapasztalatnak, és elvi marhaságot mond, mert mi az, hogy végtelen sok energia van ott. Érzik? Hát ez katasztrofális. Ezt mondták, hogy ez a klasszikus fizika csődje. És akkor erre érkezett az új idő, 1900 kezdődött a 20. század, 1900 novemberében német fizikusok méréseket végeztek, és megmérték ezt a bizonyos görbét. És odaadták Plancknak, itt van Max Planck. Nagyon nevezetes ember, őróla van elnevezve a Német Tudományos Kutatóintézet, mindenki látja, hogy egy konszolidált professzor. Hát ez egy öregkori kép. 1900-ban Max Planck így nézett ki, ilyen hobó volt. És ilyen ábrázattal csinálta azt, hogy nézegette ezt a görbét, és zseniális módon talált egy képletet, ami pontosan leírta, odaírtam a képletet, nem kell tudni. Lényeg az, hogy talált egy képletet. Az előzőleg elméletileg levezetett képlet az hülyeséget mondott. Ő megkapta a mérési eredményeket, kitalálta a képletet, odaadta a kísérleteknek, hogy nézzétek meg pontosan, azt mondták, hogy pontosan stimmel. Itt van benne egy betű, egy állandó, amit oda neki bele kellett írni, hogy stimmeljen a képlet, ez az, amit később róla neveztek el, ez a Planck állandó. És majd látni, hogy ez a kvantumelmélet kiinduló pontja. Tehát mindenhol a kvantumok vannak, megjelenik ez a bizonyos Planck állandó, ezért mondjuk, hogy 1900. november a kvantumelméletnek a születésnapja. Na most ez csak egy görbe volt, egy függvény. Na de meg kéne magyarázni, hogy miért ilyen. Leírja a kísérleteket, de nem lehet megérteni. És akkor Planck elkezdett töprengeni, és kitalált egy hipotézist, egy olyan ötletet, aminek alapján ezt le lehet vezetni. Tehát kérdezni, van egy görbe, van egy képlet. Na de hát én nekem azt valami alapvető dologból le kéne vezetni, hogy ez kijöjjön. Ahhoz egy fizikai ötlet kell. Majd mindjárt mondom, hogy mi volt az ő fizikai ötlete. Levezette,
És ez viszont teljesen ellentmondott a klasszikus fizikának. Hát láttuk, hogy a klasszikus fizikából egy rossz képlet jött ki. Most van egy jó képlet, annak a magyarázata viszont akkor ellentmondásban van a klasszikus fizikával. Klasszikus fizika recsegve összedőlt, és a fekete fény megvilágításával megkezdődött az új fizika és a 20. század. Hát mi volt ez a kvantumhipotézis, amit Planck bevezetett? Azt mondta, hogy az üregben a sugárzás energiája az nem folytonosan oszlik el, hanem kis kvantumokban van. Ajjaj. Hát ez olyan, mint amikor Newton gondolta, hogy a fény az kis golyókból áll. Mint hogyha pisztolyból lőnének ki egy csomó sörétet, a lámpa így lövi ki a kis golyókat. Na de ez ellentmond annak, amit az előző századokban kiokoskodta, hogy a fény az hullámjelenség, interferenciára képes meg egyebekre. Valahogy az energia olyan csomókban van jelen, és az energiája egy ilyen kis csomócskának, kvantumnak, a kvantum szó azt jelenti, hogy adag, a rómaiak a katonáknak kiosztott fejadagot hívták kvantumnak. Tehát ilyen kvantumokban adódik át az üreg falának a sugárzás energiája. Később ezeket a kis adagokat nevezte Einstein fotonnak, ugye a fotó az a fénynek az ókori neve, tehát a fénynek az adagi az a foton. És ezzel a képlettel megmagyaráztuk a képlet, vagy ezzel a feltevéssel megmagyaráztuk, csak hát ezt meg nem lehet érteni. Klasszikusan az ember úgy gondolja, hogy a sugárzás energiája akármilyen lehetséges értékeket felvehet. Amikor a középiskolában az energiáról beszélünk, ugye fölveszem a testet valamilyen magasságba, m·g·h. Ha hát, azt én mondom meg. Tessék elképzelni, hogy a természet, vagy az Úristen, vagy a világállandó megrángatja kezemet, hogy ide ne tedd, mert ez az érték, ez az energiaérték nincs megengedve, ide teheted, mint a polcok lennének. Most egy bizonyos polcokra le lehet tenni, közben meg nem. Hát kikérem magamnak, hogy itt beleszóljanak abba, hogy hova teszem azt a golyót, amikor haigálni akarom. Nagyon nem lehetett érteni. És sokáig nem értették. Egyik, aki nem értette, maga Planck volt, és később, amikor ebből kifejlődött a kvantumelmélet, ő tiltakozott. Én nem ilyen lovat akartam, én csak egy képletet illesztettem. Einstein maga, aki a fotonokkal foglalkozott, szintén nem fogadta el a kvantumelméletnek a későbbi fejleményeit. De esetre ebből nőtt ki a kvantumelmélet, és amikor a lézerrel világítok, akkor ebben itt működik a kvantumelmélet, mindenki látja. És akkor valaki előveszi az összehajtogatott grafénből készült telefonját, jövőre kerülnek forgalomba, stb., akkor tudjuk, hogy a kvantumelmélet, amivel leírjuk azt, és itt ebben az épületben foglalkozunk azzal, mit is csinálnak az elektronok ott a grafén belsejébe, a kvantumelmélet működik. Amikor a részecske gyorsítók, arról is volt egy csomó előadás, hogy mit csinálnak a és lesz is ebben a fél évben is, mit csinálnak a részecske gyorsítók és azon belül a részecskék, ezt is a kvantumelmélet írja le, és az atombomba is ennek a következménye. Az egész 20. századi fizika a kvantumhipotézisből nőtt ki, és ugye lehet látni, mint a bűvészínas kezéből elszaladt, és az atyamesterek hiába tiltakoztak, hogy mi nem ezt akartuk, ilyen fizika lett belőle. Na most akkor térjünk vissza a sugárzáshoz. Hogy is magyarázza meg ez a kvantumhipotézis azt, hogy milyen ez az üreg sugárzás? Nem igaz az az ekvipartícia törvény, ami a klasszikus mechanikából következett, hogy minden szabadsági fokra ugyanannyi energia jut. Az nem igaz. Előbb lerajzoltam azt, hogy a különböző frekvenciai rezgéseknek általában mindegyiknek ugyanannyi energiája van. Ebből következett ez a Rayleigh-Jeans-féle parabola, amit mondtam. Volt egy másik közelítés, amit egy Wien nevű fizikus készített, az meg ezt a görbét adta. A Planck görbe a kettő között van. Kis frekvencián az egyikhez hasonlít, nagy frekvencián a másikhoz. Mind a két klasszikus görbe hülyeséget mond, mert alatta végtelen terület van. Planck görbe alatt véges terület van, tehát az összenergia véges. Kis frekén az egyik jó, nagy frekén a másik. És hogyha átszámítjuk arra, hogy mennyi energia jut egy-egy ilyen rezgésre, akkor ezt a másik görbét kapjuk. A nagy frekvenciai rezgések már nem hajlandók annyi energiát viselni, nem igaz a klasszikus mechanika. Ebből persze sok minden más is következik. Ha nem igaz a klasszikus mechanika, akkor másképp kell például leírni azt, hogy hogy kering az elektron a proton körül, más fizikát kell bevezetni. És a Bohr modell, amit tanítanak az iskolában, hogy kering az elektron, mint a bolygók a nap körül, az nem igaz, és ahelyett egészen más a mai fizikának az atomképe. Tehát ez nagyon jó, hogy a klasszikus mechanika nem igaz. Például, ha 1000 Kelvin hőmérsékleten nézegetjük az, hogy melyik frekvencián mennyi foton van a sugárzásban, ugye a 10^15 Hz, az a látható tartományban esik, akkor nagyon kevés foton van. 10^-22 foton jut egy köbcentiméterre, az nagyon kevés.
És hogyha viszont a radar hullámhosszon nézegetjük, ami sokkal kisebb, 5 nagyságrenddel kisebb, akkor ott már 2000 foton. Tessék ránézni, az egyik az itt van, itt nagyon kicsi a görbe, tehát kevés energia jut rá. Ezen a hullámhosszon, ezen a frekvencián viszont sok részecske van. Itt is lehet látni, hogy egyszer itt vagyunk nagy frekvenciánál, ott ez a görbe kicsi, kis frekvenciánál még magasan van. Hol van ennek a görbének a csúcsa? Hát körülbelül ott, ha visszalapozunk a Planck-féle képlethez, ahol az egy részecskének az energiája körülbelül megegyezik a hőmérséklet által adott energiával, amit az ekvipartíció tétel mondana. A T a hőmérséklet az mit jelent? Az átlag energiáját a mozgásoknak. A H-szor omega az meg egy fotonnak az energiája. A görbének körülbelül ott van a csúcsa, nem pontosan, de nagyságrendileg ott van, ahol ez a kettő megegyezik. És akkor tessék észrevenni, hogy a hőmérséklet nagyobb, akkor nagyobb frekvencián van ez a csúcs. Ezt jelenti az, amikor melegítem a testet, nagyobb lesz a T, akkor nagyobb lesz a Planck-görbe eltolódik. Ezt hívják Wien törvénynek, Wien ezt már korábban kimutatta, hogy nagyobb hőmérsékleten, nagyobb frekvenciánál lesz a csúcs. Az ember lerajzolja ezeket a Planck-görbéket. Különböző hőmérsékletnek megfelelő Planck-görbék így néznek ki. Kis hőmérsékleten itt van, nagyobb hőmérsékleten ott. Tessék észrevenni, nem csak abban különböznek, hogy hol van a csúcsuk. Ez ugyanaz a görbe, úgy csináltam, hogy lerajzoltam egyet, és akkor a számítógép grafikus programjával kicsinyítettem, nagyítottam. Tehát ez mind ugyanaz a görbe, csak ki van nagyítva. Egyrészt oldalirányban nagyítani kell, tehát nagyobb frekvenciára kerül át, erre van ugye a frekvencia, a csúcs nagyobb frekvenciára. Függőlegesen is nagyítani kell, és alatta a terület is megnő. Tessék emlékezni, az alatta levő terület az micsoda, az összenergia. Az a hőmérséklet negyedik hatványával arányos. Ha jól rajzoljuk, akkor az egész síkon végtelen, úgy lehet elképzelni, mint egy villamos sineket, hogy minden ponton átmegy egy-egy ilyen görbe. Nem metszik egymást, szépen mennek egymás mellett ezek a görbék, és minden ponton átmegy egy. Na most ezt lehet, az előbb én a frekvencia függvényében rajzoltam, a frekvenciával fordítva arányos a hullámhoz van, amikor úgy rajzolják le, ezeket már a netről lehet letölteni, rengeteg Planck-görbét rá kell keresni, akkor viszont egyre inkább a nagyobb hőmérsékleten balra van a csúcs, mert hogyha nagyobb frekvencia, az kisebb hullámhoz, rövidebb hullám, és akkor minél nagyobb a hőmérséklet, annál inkább balra megy a csúcs, de szintén egyre nagyobb a görbe. Ide vannak írva a hőmérsékletek. Tehát ez tényleges számítások eredménye ez a görbe. 1000 Kelvinen itt van, 10000 Kelvinen ott van. Szokták így is lerajzolni, hogy be is satírozzák alatt a területet, és akkor lehet érezni, hogy mennyivel nagyobb a görbe alatti terület, az ugye az összenergiát jelenti. Van, amikor berajzolják azt, hogy hol vannak a szivárványnak a különböző színei. Itt van a vörös szín, ott a kék szín, és így tovább, és ezek megint az adott hőmérsékletnek megfelelő görbék. Vannak még szebb ábrák, nem bírtam ellenállni, hogy néhányat így leszedjek a netről. Tessék észrevenni, hogy itt függőlegesen logaritmikus skála van, tehát itt 1, 10, 100, 1000, és akkor ezeknek a görbének az eltorzított verziója itt sokkal szebben látszik, és az alsó részek nem nagyon látszanak, csak a csúcsokat. Ez ugyanez most a frekvencia függvényében. Na ez meg a legszebb, amit találtam. Erre az ábrára berajzolták egy csomó testnek a sugárzását. Ez itt a Föld. A Földnek a hőmérséklete 288 Kelvin. Ez itt a 800 Kelvines, 3000. Ez itt a Napnak az 5770 Kelvinesnek a görbéje. És szintén logaritmikus skála van, és valahol itt van a látható tartomány. A Föld nem világít a látható tartományban, hanem sokkal kisebb frekvencián, tehát infravörösben világít. A Nap már a láthatóban fog világítani, látszik. És ha még melegebb testet csinálnak, annak valahol itt lenne a csúcsa, az meg már az ultraibolyában ott lenne a csúcs, és ott adná ki az energiának a nagy részét. Vannak olyan kék óriás csillagok, amiket csak azért nem hívunk ultraibolya óriásoknak, mert az ultraibolya nem jön át a légkörön, és a kéket látjuk belőle leginkább. Napnak megmérték a sugárzását. Tehát ez a cakkos görbe, ez ténylegesen a Nap által kibocsátott sugárzás a hullámhoz függvényében. Oda rajzolták ezt a fekete test görbét, ezt, amit az elméletileg kiszámoltunk. Hát többé-kevésbé illik, megkeresték azt a hőmérsékletű görbét, ami a legjobban hozzáillik. Itt egy kicsit odébb van, egy kicsit idébb van. Ez akkor mondhatjuk, hogy ez az 5525 fok, ez a Napnak a hőmérséklete.
Most a nap nem egy szilárd test, tehát nem is neki szilárd felszíne. Azt lehet mondani, hogy különböző hőmérséket, a rétegek jönnek. A legbelsejében 15 millió fok van. Valahol a felszínén van egy olyan réteg, amit úgy hívnak, hogy fotoszféra, mert onnan jön a sugárzás. Annak a hőmérsékete körülbelül ez az 5000 valahány fok. Azon kívül már olyan ritka gáz van, amin átjön a sugárzás. És hát nem tökéletesen, de majdnem. Tessék megnézni, hogy hol van a csúcsa zöldben. A nap zöld. Tudta ezt valaki? Azt szokták mondani, hogy napsárga. Miért van ez? Az egészet befolyásolja az, hogy az emberi szemnek milyen az érzékenysége. Ez a görbe mutatja az emberi szemet. A sárgában sokkal érzékenyebb vagyunk. Hiába érkezik több zöld sugárzás, azt kevésbé veszi észre a szemünk, a kevesebb sárgát meg jobban észreveszi, és ezért úgy érezzük, hogy ez sárga, pedig igazából a zöldben van a csúcs. Ez fizikus versenyeken rejtvény szokott lenni. Tudjuk, hogy a melegebb testeknek más a sugárzása, de a gyertyaláng is sárga, meg a nap is, tehát a gyertyaláng ugyanolyan meleg, mint a nap, ugye? Hát nem egészen, ez a nap az zöldben adja ki az energiának a nagy részét. Jó, na hát akkor nézzük meg, hogy igazából milyen a napnak a sugárzása. Ez a illesztett, ez a Planck-görbe, és ez a cakkos, ez amit az előbb is mutattam, és a Földön pedig ezt a sár, ezt a pirosat észleljük. Mi történik, mi van közben? A légkör. A légkör a sugárzás egy részét elnyeli, és oda van írva, hogy az oxigén, meg a víz, meg a különböző szén-dioxid, stb. Molekulák, hogy nyelik el a sugárzást. Ez például az ózon nyeli el. Legkisebb hullámos. Ez melyik tartomány? Ez az ultraibolya. Az ózon réteg véd meg bennünket az ultraibolya sugárzástól, mert a nap az küldi, de nem engedi ide az ózon nagyon helyesen. És itt van az a bizonyos széndioxid, ami viszont itt az infravörösben nyel el. Ez már a Földről kimenő sugárzást nem engedi. Ha túl sok a széndioxid, akkor sugárzás, és meleg lesz, és klímakatasztrófa, és arról majd a Janó fog valamikor beszélni. Szóval, ez a görbe, ez egy csomó érdekes információt tartalmaz egyrészt a Föld légköréről, és arról, hogy a Föld légköre hogy dolgozza föl a napnak a sugárzását. Tessék elképzelni megint ezt a görbét, ahol a sok különböző hőmérsékletű föld van. Előbb mondtam, hogy minden ponton átmegy egy és csak egy görbe. Képzeljük el egy furcsa bolygót, ahol olyan a légkör, hogy alig enged át. Csak egy nagyon keskeny frekvencia tartományú sugárzást enged át. Akkor is meg tudom mondani, hogy milyen a sugárzás. Megmérem, és ott kaptam ezt a valamit. Jó? Ez ennek az egyik görbének az egyik darabja. És azt mondom, hogy ott lennének a többi görbék, máshol mennek. Ha ebben az egy pontban megmértem, akkor következtetni tudok rá, hogy ezen a kék görbén vagyok, és előveszem az előző táblázatomat, és megmondom, hogy ez a kék görbe, ez a 7000 fokos sugárzásnak felel meg. Egy pontot elég megmérni. Vigyázzat, mi volt a hipotézis? Az volt a hipotézis, hogy ezeket úgy kell folytatni, hogy Planck görbék legyenek. Ki mondta? Hát én sejtem, hogy a nap az, hogy a csillag meg egyebek úgy sugároznak, hogy ilyen feketetes sugárzás bocsátnak. Mi lenne, ha nem ilyen sugárzás bocsátnak, hanem ilyen lenne a görbéje? Hát akkor folyhatnám, akkor nem következhetnénk arra, hogy 7000 fokos. Hány fokos lenne ez? Ennek nincs hőmérséklete. Ami egy hőmérséklet adattal jellemezhető, az Planck görbét bocsát ki. Ez nem Planck görbe. Vannak olyan objektumok az égen, amik nem Planck görbeszerű sugárzást bocsátanak ki, például a rákköd, tehát ilyen szupernova maradványok, ott mágneses terek vannak benne, össze-vissza gyorsítják a részecskéket, azok sugároznak, azok nagyon nem termikus, nagyon nem Planck görbeszerű sugárzást bocsátanak ki, azt külön meg kell magyarázni, hogy milyen más mechanizmus hozza ezt létre. Hogy lehet eldönteni, hogy ilyen a görbe vagy olyan, mint láttam, ki kell menni a légkörön túl. Ki kell menni ezen az ablakon túlra, mert eddig a légköri ablakon átnéztünk. Mit kell csinálni? Föl kell vinni a műszereinket az űrbe egy űrszondán. 1960-as években kezdték tervezni azt a kísérletet, hogy lőjünk föl egy olyan spektroszkópot az űrbe, ami jó alaposan megvizsgálja az űrből érkező sugárzást. Már majdnem föllőtték, amikor felrobbant a Challenger űrhajó, és ezért akkor néhány évig szünet volt, 89-ben sikerült föllőni. Miután a berendezést beüzemelték, 7 perc mérés után megvolt a Nobel-díj. A Nobel-díjat később adták ki, de az első 7 percben megtörtént a mérés. Mit mért ez a bizonyos
űrszonda, ugye azt a bizonyos háttérsugárzást, amire a Kropp professzor az előbbi említést tett, az űrből érkezik sugárzás, amit földi rádiótávcsővel felfedeztek, úgy, ahogy az előbb mutattam. A rádiósugárzás egy bizonyos tartományban átjön a légkörön, tehát annak a görbének egy pici kis részét mérték meg. És optimisták voltak, és meghosszabbították, és megrajzolták a plangörbét, és leolvasták, hogy hány fok a sugárzásnak felel meg. 3 Kelvinnek, akkor olyan pontosan mérték, azóta pontosabban megmérték, hogy 2,7. Ezek az illetők, akik rádiócsillagászok voltak, 64-ben ezt megmérték, 78-ban megkapták érte a Nobel-díjat. Voltak olyan fizikusok, akik ezt már korábban megjósolták, azok nem kapták meg a Nobel-díjat. A Nobel-bizottság nagyon konzervatív. Ami meg van mérve, azért megdicsérhetjük. Ha valaki megmagyarázta, vagy előzetesen megjósolta, hát ha valaki elővel egy másik magyarázattal, várjuk meg, amíg meghal, halottnak nem adnunk Nobel-díjat, akkor nincs probléma. Jó, tehát tipikusan ez a politikájuk. Tehát a megjósló ember az sajnos az nem kapott Nobel-díjat. Ő másért kapta, mint a fő eredménye. És most Higgs, aki mostan... elég sokáig ért, hogy megérte, ugye volt, ő volt, aki 50 évvel ezelőtt megjósolt valamit, és most megkapta ért a Nobel-díjat, pedig mások mérték meg. Na ez a műhold, amit fölöltek 89-ben, 90-ben lényegében megmérte, ez a világ legszebb plangörbéje. Tehát észrevenni, itt a hullám az milliméterben van, tehát a fénynek hol van? 500 nanométer környékén van. Ez sok nagyságrendel odébb van, milliméteres rádióhullám. Tehát ez nem egy távcső volt, hanem egy rádiótávcső, ami rádiósugárzást mérte. De ez olyan jó plangörbe, hogy ha az ember a laborba egy ilyet mérni, akkor azonnal visszadobnák. Azt mondták, hogy rendes fizikus mérési hiba nélkül nem ad be jegyzőkönyvet. Tehát itt a pont, plusz-minusz ennyi. Hát rajzoljuk rá erre a görbére, hogy hol a mérési hiba. Kinagyítom, és a vonalvastagságon belül van. Tehát, hogyha megrajzolom ezt a vonalat, ott a mérési hiba, de kisebb, mint a vonalvastagság. Annyira pontos, annyira tökéletes plangörbe. Na ezért adták ki néhány évvel, 2006-ban ennek a két tudósnak, aki ennek a műholdnak, a műszereinek a tervezője volt, ezért adták ki ezt a Nobel-díjat. És ugye itt van, hogy ez 2,74, azóta már pontosabban megmérték. Na, hát ez a bizonyos kozmikus mikrohullám, a háttérsugárzás, egy nagyon pontosan Planck eloszlású, kinéztem a netről egy friss adatot, hogy hány tizedes pontossággal meg van mérve. Az energiasűrűség nagyon kicsi, ugye 10^-14 joule per köbméter, ezt úgy lehet elképzelni, hogy egy köbcentiméterben 400 foton van, az nem túl sok. És a maximális intenzitás körülbelül 1 mm-nél van. Most lerajzoljuk az égen ennek az eloszlását. Figyelem, akármilyen irányban nézünk az égen, egy plangörbét látunk, de a különböző irányokban kicsit más hőmérsékletű. A piros az melegebb, de nem nagyon, egy picit. Százezrednyi különbségek vannak. Láthatóan az ég az egyik irányban pirosabb, de a másik irányban meg kékebb. Miért? Mert a Föld a naprendszerrel együtt a háttérsugárzáshoz képest mozog. Mindenki hallotta a Doppler-effektusról. Ha szembe jön a mentőautó, akkor magasabb a frekvencia, ha arra megy, akkor mélyebb a frekvencia, amit hallunk. Ha meg éppen itt van, akkor elütött, tehát akkor egy kicsit félre kell állni, hogy erre menjen. A Föld a háttérsugárzáshoz képest mozog, és amiatt van ez az eloszlás, ezt úgy hívják, csodálatosan elnevezték nagy égi koszinusznak, mert igen, egy szögnek a koszinuszával arányos, levonjuk, marad ez. Fantáziadús emberek ebben fedezték Batmannek a körvonalat. Nem tudom, mennyire látszik. Az a középső piros, az a galaxis. Tehát a galaxisból érkezik másfajta sugárzás is. Ahol a galaxisnak a korongja van az égen, ott a háttérből érkező sugárzást elnyomja, mert akkor az ügyes csillagászok azt is levonták, és maradt ez. Úgy tessék elképzelni, mint ez egy szintvonalas ábra mondjuk erről az asztalról. Az asztal 1 méter magas, plusz-minusz 1/100 milliméter, és akkor, hogyha valaki nagy térképész, akkor megrajzolhatja, hogy itt van egy hegység, ott egy völgy, 1/100 milliméter magas hegy, meg 1/100 milliméter mély völgy. Ezek a pici különbségek vannak ott lerajzolva. Ez a szonda vitt magával olyan berendezést, ami
két fele nézett egyszerre, és akkor megmérte az itteni hőmérséket, meg az ottani hőmérséket különbségét. 7 fokos különbségekkel nézett, mármint nem fok, hanem, tehát nem Celsius, hanem szögfok különbségekkel nézett. Utána később fölöttek még 2 szondát, amik egyre pontosabban néztek. Tehát ha mondjuk ezt a részt kinagyítom, amit az első műhold ilyennek látott, a másik azon belül már felfedezte a finomabb részleteket, aztán még finomabbakat. Ez még most is fönn van, és tudtam már, még végzi a méréseket. Ez a harmadik műhold, ugye Planckból nevezték el, aki a ilyen sugárzásnak a atyamestere volt. És akkor azon mondja az ember, hogy oké, 2,7 kelvines sugárzás érkezik az űrből. Az előbb megbeszéltük, hogy ez a sugárzás ez úgy keletkezik, hogy egy szilárd testtel egyensúlyban van a sugárzás, akkor valahol az űrben van egy böhöm nagy 2,7 kelvin hőmérsékletű test. Vajon ki az? Tehát keressük meg ezt a testet. Ki az? Ilyen nincs. Hoppá. Kicsit nyomozni kell. Az univerzum nem volt mindig ilyen, bizonyára többen tudják, hogy az univerzum tágul, valamikor egy nagy bummal kezdődött, 13,8 milliárd évvel ezelőtt. Ilyen csodálatos ábrákat lehet látni, hogy jobbra múlik az idő, és hogy változott az univerzum, és közben hogy keletkeztek a különböző objektumok. Ma azt mondjuk, hogy 13,8 milliárd évvel ezelőtt, tehát nem sokkal a nagy bum után, ez a bizonyos háttérsugárzás egyensúlyban volt, nem egy 2,7 kelvin, hanem egy 3000 vagy mondjuk 5000 körülbelül ilyen fokhőmérsékletű anyaggal. Miért is van ez? Mert azóta ez tágul és hűl. Hogy tud a sugárzás tágulni? Hát akkor most beszéljük meg a sugárzás tágulását. Megint csak előveszik a középiskolában régóta ismert dugattyút. Csak most ebben nem gázt teszünk, hanem sugárzást. Úgy kell elképzelni, mintha a dugattyúban vákum lenne, és tükrön lenne a fala. És ott szaladnak benne ide-oda a fénysugarak, és oda-vissza verődnek. És ideális, ezért nem nyelődik el a fény, pattog oda-vissza. És a dugattyút szép lassan kihúzom. Akkor egy mozgó falról fog visszaverődni a fény, és ott is Doppler effektus szenved. Amikor visszaverődik, más lesz az impulzusa, más lesz emiatt az energiája, más lesz a hullámhossza, ki lehet számítani, hogy egy kicsit más hullámhossza verődik vissza. És az ember kiszámítja, hogyha eredetileg különböző frekvenciájú hullámok voltak ott benne, még egy Planck elosztásnak megfelelően, akkor ez egy nagyon, hogy kell mondani, magic, nagyon magic számolás eredményeként kijön, hogy a dugattyú kihúzása után továbbra is Planck eloszlású lesz, csak más hőmérsékletnek megfelelő. Az ember azt gondolja, hogy teljesen összekeveri a Doppler effektus a sugarakat, de nem, átalakítja a Planck eloszlást egy másik Planck eloszlásot. Aki már hallott arról, hogy a fotonnak nulla a tömege, ez az egyik bizonyítéka, mert ha a fotonnak nem lenne nulla a tömege, akkor nem lenne ez igaz. Itt az történik, tehát hogyha volt egy Planck görbénk, akkor a Planck mondjuk eredetileg kihúzom a dugattyút, akkor egy T2 hőmérsékletű Planck görbévé transformálódik át. Minden sugár, minden hullám egy kicsit megváltoztatja a hullámhosszát, frekvenciát, de továbbra is Planck eloszlás, csak más hőmérsékletnek megfelelően. És kiderül, hogy a T/H az állandó. Ha növelem ezt a távolságot, akkor ezzel fordítottan anyanosan csökken a hőmérséklet. Ezt le lehet vezetni elméletileg. Ez tehát a sugárzás tágulása. Nézzük egy kicsit, hogy mit is akar ez jelenteni. Az előbb már beszéltünk arról, hogy egy fotonnak az energiája arányos a frekvenciájával. A frekvencia fordítva arányos a hullámhosszal, a hullámhossz meg együtt nő, ahogy növelem a dugattyú méretét, együtt nyúlik a hullám. És viszont tehát akkor az a H-val a hosszal arányos. De az előbb megbeszéltük, hogy a hossz az pedig fordítva arányos a hőmérséklettel. Tehát végül egy-egy fotonnak az energiája az a hőmérséklettel arányos. De megbeszéltük, hogy a sugárzás energiasűrűsége viszont a hőmérséklet negyedik hatványával arányos. Akkor hány foton van abban a dobozban? Az összenergiát el kell osztani az egy fotonra jutó energiával. Az összenergia a hőmérséklet negyedik hatványával arányos, szóval a térfogat, és osztani kell a egy fotonnak az energiájával, ami meg T. Tehát a térfogat szorozva a hőmérséklet köbe. A térfogat az durván a méretnek a köbe, H-szor T-nek a köbe, de a H-szor T állandó, oda van írva. Tehát a fotonok száma állandó. Csiribi az jött ki, hogy amikor a dugattyút kihúzom, az olyan, mint amikor a gázban húzom ki a dugattyút. A gázban, ha növelem a térfogatot, ugyanannyi atom marad benne. A fotonok azok elnyelődnek a falban, meg kibocsátódnak, meg minden, de mégis úgy viselkedik ez az anyag, minthogyha
ahogy az ember elképzeli, mint hogy lenne benne három foton, megnövelem a tartályt, és még mindig három foton van benne, és még mindig három. Ezért mondják, hogy ebben a dugattyúban fotongáz van, tehát ez a tágulás, ez a fotongáznak a tágulásáról szól. Csináljunk egy másfajta tágulást. Nagyon egyszerű. Ott a nap, itt a Föld, itt ezen a pályán kering a Föld. A nap kibocsátja azt a bizonyos, zöldben maximális Planck-eloszlású sugárzást, ami az 5000 valahány foknak felel meg. Mi történik ezzel a sugárzással, amikor eljön a Földre? Tessék elképzelni, itt a nap, mint gömb, ennek a felszínéről jön ki a sugárzás. Elérkezik 150 millió kilométerre, ugyanaz az energia, ami középről kijött, ez most eloszlik egy ilyen marha nagy gömbben. Mert tehát ennek a, ezt a sugarat nevezzük nagy R-nek, a napnak a sugarát, és akkor Föld R távolságban van. Hát ugyanaz az energia eloszlik, ebből kijön, hogy 1/R-négyzettel gyengül, tehát a sugárzás energia sűrűsége 1/R-négyzettel le fog gyengülni. Ezt úgy lehet elképzelni, mintha ezt a görbét egyszerűen megszorzom ezzel a nagy R-négyzettel, kis R-négyzettel, a napnak a sugara 3/4 millió kilométer, ez a távolság 150 millió kilométer, ez mennyi? 200-szor akkora, tehát 1/200 a négyzetennel meg kell szorozni, tehát 40 ezred részére ezt a görbét le kell csökkenteni. Amikor megérkezik a Földre a napnak a sugárzása, akkor ilyen. A frekvencia szerinti eloszlása. Hány fokos ez a sugárzás? Figyelem, ez nem Planck-görbe. Ha visszalapozunk a különböző Planck-görbébe, ez Planck-görbe volt, de a Planck-görbében nem csak az van benne, hogy hol a csúcsa, hanem hogy milyen magas. Ez nem Planck-görbe. Planck-görbében benne volt, hogy az alatta levő terület, stb. Sokkal kisebb az alatta levő terület. Amikor azt kérdezik tőletek, hogy hány fokos a napnak a sugárzása a Földön, nincs neki hőmérséklete. Ez nem hőmérsékleti eloszlás, ez nem Planck-görbe. Mit csinál a Föld? Elnyeli, úgy szokták mondani, feldolgozza, erről volt szó korábban, hogy feldolgozza a termikus, és újból kisugározza. Szokták mondani, hogy a napról érkező energiát kell itt felhasználnunk. Mit csinál a Föld a napból érkező energiával? Kisugározza. Különben úgy járnánk, mint amit az elején mondtam, hogy jön a sugárzás, itt bejön és nem megy ki, hát akkor azonnal elpárolódna az egész a rengeteg energiától. A Föld kinyomja mindazt az energiát, ami megérkezik, csak más eloszlásban. Mit csinál? Csinál egy másik eloszlás függvényt, egy ilyet, úgy, hogy az alatta levő terület, a két görbe alatti terület, az összenergia az ugyanannyi. Ami befolyik, az rögtön kifolyik, csak más hullámhosszon. És ha megnézzük, hogy ennek hol van a maximuma, az nem ugyanott van, mint ennek, ez már való az infravörösben van. A Föld kifele az infravörösben sugároz. Az egészet bonyolíthatja a légkör. Az a pici kis különbség, ami egy űrben keringő szikladarab, mondjuk a Hold, és a légkörrel ellátott bolygó között van, hát ez okozza az egész üvegháztartást meg egyebeket. Ha a Földnek nem lenne légkör, akkor kb. Mínusz 10 fokos lenne az átlaghőmérséklete, most meg plusz 10 fok. Tessék? Ja. Tehát egy kicsit melegebb lett a Föld, de az egy másodlagos effektus. Lényeg az, hogy ez a Planck-görbe volt, és ez megint Planck-görbe, ami megérkezik, az nem. Tehát ez a szabadon táguló, az űrben szabadon táguló sugárzás, az másképp tágul, mint a dugattyúban levő. Azt akkor nézzük a harmadik esetet. Tágul a világegyetem. Akkor mi van? Van ott tükröző fal? Nincs tükröző fal. Akkor az biztos olyan, mint a napsugárzás tágulása. De nem. A napsugárzás az az űrben megy szanaszét, és az univerzumnak egészen mások a tágulási törvénye, ezt egészen betölti a sugárzás, és kiderül, hát ehhez pedig mit kellett bevetni, az éppen most 100 éve megszületett általános relativitás elméletet, és azzal ki lehetett deríteni, hogy az általános relativitás elmélet szerint az univerzum tágulása során a sugárzás pontosan úgy viselkedik, mint amikor kihúzom a dugattyút. Tehát az a bizonyos törvény, amit az előbb mondtam, hogy a fotonszám megmarad, egyre nagyobb térfogatban, egyre ritkábban vannak a fotonok, és tessék emlékezni, a sugárzás hullámhossza együtt nő a mérettel, tehát a táguló világegyetemben egy-egy hullám egyre hosszabb lesz, egyre hosszabb, tehát egyre kisebb energiájú lesz, és akkor ezért a sugárzás, aminek eredetileg a ultraibajában volt a maximuma, egyre hosszabb hullámhosszú lett, és ma már valahol a rádióhullámok tartományában van a maximuma. Eredetileg ilyen görbe volt, körülbelül 3000 fokos volt valamikor, nem sokkal a nagy bum után, és most lecsökkent 2,7-esre, ez a Planck-görbe ilyenné változott.
Tehát az előbb mondtam, hogy ma nincs az univerzumban 2,7 Kelvin hőmérsékletű test, hanem régen 3000 fokos volt, de a sugárzás miközben innen átalakult ide, továbbra is Planck-görbe-szerű maradt, megőrizte azt az érdekes tulajdonságát, hogy a Planck-görbe. Nagyon jó, nyomozzunk tovább. Ki volt az a 3000 fokos test 13 milliárd évvel ezelőtt, akivel egyensúlyban volt a sugárzás? Ilyen sincs. Puff. Sherlock Holmes megy tovább, és még mindig nem találja a tettest. Hát akkor ki a fene játszotta azt a koromszemcse vagy kődarab szerepét, ami úgy termalizálta a sugárzást? Van egy mentő kérdésem. Az elején elfelejtettem megkérdezni, hát annyiféle elemi részecske van. Miért pont fotonokból áll a sugárzás? Erre is van egy válasz, és erről is volt egy komplet atomcsillerőadás. Azért, mert fotont könnyű csinálni. Fotonnak nulla a tömege. Ha összedörzsölöm a kezemet, akkor itt infravörös fotonok keletkeznek garmadával. Hiába dörzsölöm a kezemet, nem fogok elektron-pozitron párokat kelteni. Miért? Ha lerajzoljuk az elektronnak az energiáját a lendületének a függvényében, akkor ezt a piros görbét kapjuk, van egy minimális energiája. Az az előadás arról szólt, hogy a részecskék minimális energiáját történeti okból tömegnek hívjuk. Jó, tehát ez itt az elektron tömege, és az elektron tömegét ki tudjuk fejezni energiába, míg a fotonnak a megfelelő görbéje az pedig ilyen egyenes, és az lemegy a nullába. Tetszőlegesen kis energiával lehet foton csinálni, míg elektronhoz kell egy minimális energia. Na most, amikor a hőmérséklet, ez az előadás szólt erről a témáról. Ha az elektronra kiszámítjuk, hogy mennyi ez, 10^6 elektron volt, és van ez a képlet, a Boltzmann állandóan ezt át lehet számítani hőmérsékletre, egy elektron volt kb. 10.000 fok, 10^10, tehát 10 milliárd fok. Hogyha fölmelegítjük a testet 10 milliárd fokra, akkor már tud elektron-pozitron párt is kelteni. Tehát itt van ez a bizonyos üreg, amikor kicsi a hőmérséklet, akkor csak fotonok keletkeznek benne. Melegítsük föl 10 milliárd fokra. Jó? Péter majd megcsinálja a laborba. 10 milliárd fokra fölmelegítjük, akkor majd elektron-pozitron párok is keletkeznek. És akkor a józan fizikus közbeszól, hát bocsánat, a fal már jóval kisebb hőmérsékleten elolvad. A fal maga is atomokból van, és az atomok között a kapcsolat megszakad, és az egész szétmegy és elpárolog. Mi történik? A szilárd test és a vele egyensúlyban levő fotongáz, ha melegítem, elpárolog. És egy ilyen közös katyvaszt kapok, ahol az atomok és az atomoknak a töredékei, meg a fotonok össze vannak kavarva. Ezt hívják plazmának. Csillagokban is ilyesmi van, ott már nincsenek atomok, hanem az atomok szétestek, és külön-külön rohangásznak a részecskéig. És ha szerencsénk van, akkor ez egyensúlyban van, tehát a plazma a benne levő sugárzással egyensúlyban van. Tehát megszűnik az a kettősség, ami itt volt, hogy van fal és külön a sugárzás, az egész így összeolvad, nem lehet geometriailag elkülöníteni, itt a fal és itt meg a sugárzás, áthatja egymást és össze-vissza rohangásznak a részecskék. Ha még melegebb van, akkor még izgalmasabb dolgok történnek, akkor újfajta részecskék keletkeznek, megszűnik az atomok egyedisége, ugye szó volt arról, hogy egy foton kelt újabb elektron-pozitron párokat, ha még melegebb van, akkor proton-antiproton párokat is kelthet, mindenféle részecskék ott rohangásznak, érvénybe lép a kozmikus Murphy-törvény, vagy amit külön jogszabály nem tilt, az mind lehetséges, tehát mindenféle elemi részecske ott rohangászik, és az anyag azonossá válik a saját hősugárzásával. Végig arról beszéltünk, hogy van az anyag és a vere egyensúlyban levő sugárzás, most a kettő összeolvad, és ugyanaz lesz együtt. Na, ilyen egyensúlyi plazma, aminek az a csodálatos neve, hogy az ősi tűzgömb, a Ancient Fireball, ezt töltötte ki az univerzumot az első 360 000 évben a nagy boom után. Mi történt később? Tágult az univerzum, és emiatt csökkent a hőmérséklet, a kitágított gáz hőmérséklete csökken. Elérkezett körülbelül ez a 360 000 év, amikor már olyan hideg lett, hogy az elektronok be tudtak állni a proton körüli pályára, durván szólva, létrejöttek az első atomok. Amikor én erről beszéltem egyszer a vegyészeknek, és elmondtam, hogy az univerzum történeteknek első 360 000 évében nem voltak atomok, tehát nem volt szükség vegyészekre. Fizikusokra mindig szükség volt, és közgazdászokra is, mert a káoszt is menedzselni kell. De minden esetre akkor még nem voltak atomok, azelőtt csak a plazma volt, és ott rohangáztak össze-vissza a részecskék.
Mi történt később? Hatalmas gáz jött. Mindenki megtanulta, hogy a hidrogén szintelen szaktalan és átlátszó. Miért? Mert az elektronok azon csak bizonyos pályákon lehetnek, és csak olyan sugárzást nyer el, ami az egyik pályáról a másikra átugrásnak megfelelő frekvenciájú, ezért a hidrogén átlátszó. Akkor, amikor ez megtörtént, onnantól kezdve az atomos anyagon átszaladt a sugárzás, és elváltak. Külön volt a sugárzás, ugyanabban a térben, de nem lépett kapcsolatba az atomokkal. Ez olyan biztos, mindenki hallotta a megfelelő spektrum műsorokban, hogy a tigrisek azok ilyen territoriális állatok, összevesznek a haverjaikkal a területen. A fülemülék szintén. De ugyanazon a területen vidáman megélnek a fülemülék meg a tigrisek, és egymással nem vesztek össze. Tehát itt az atomos anyag meg a sugárzás ugyanazt a teret tölti be, és külön-külön a saját törvényének megfelelően tágul, azóta a sugárzás szépen tágul. Tágul, és mára lehűlt 2,7 kelvinesre. Atomos anyag meg átment máskor a kalandokon, összeállt galaxisokká, atomokká, csillagokká, fizikusokká, közönség. Na, és innentől ez a sugárzás ezzel a harmadik mechanizmussal tágult, és 2,7 hőmérsékletű Planck-görbe most. De nincs egyensúlyba semmivel, és ő az a bizonyos fekete fény, ami betölti az univerzumot. De mielőtt meghalt volna, mielőtt megszűnt ez a kapcsolat, mielőtt elvált volna az atomos anyag és a sugárzás, akkor udvariasan a plazma élete utolsó pillanatában egy szelfit készített magáról, és ezt észleljük mi most, amikor a Planck műhold megméri a sugárzásnak az eloszlását. Hát akkor miről kéne még beszélnem? A fekete lyuk sugárzásról, majd erről legközelebb beszélek, de majdnem vége, még egy vad ötletet szeretnék elmondani. Ezt tegnap kaptam az ötletet, ezért ezt ma írtam bele, hogy erről is kéne beszélni. Vad ötlet. Valamikor volt itt korábban egy olyan előadás, hogy hogy keletkeznek a csillagok. Van egy gázfelhő, azt a gravitáció összehúzza, fokozatosan fölmelegszik, és itt látszik, hogy kibocsátja a sugárzást, energiának egy részét sugárzás formájában kibocsátja, aztán végül begyullad a csillag. Tehát a hideg gázfelhőből egy langyosabb, sűrűbb gázfelhő lesz, végül egy forró, sűrű csillag, de közben elmegy a hősugárzás. Erről külön volt egy előadás. Most tessék elképzelni, hogy van az univerzumban valami más anyag, biztos sokan hallottak róla, hogy létezik a sötét anyag nevű titokzatos izé. A sötét anyag az teljesen sötét. Miért sötét? Mert nem bocsát ki fotonokat. Elegánsan úgy mondjuk, hogy nem lép kapcsolatba az elektromágneses sugárzással, nincs kölcsönhatásban az elektromágneses mezővel, ezért akármilyen tulajdonsága vannak, nem látjuk. Úgy is hívják, hogy láthatatlan anyag. Honnan tudjuk, hogy van? Gravitációs hatása van, és befolyásolja a galaxisok mozgását, meg a fénynek az elhajlását az univerzumban. Azt tudjuk, hogy kb. 7-szer annyi a sötét anyagnak az ösztömege, mint az atomos anyagnak. Tehát mi az univerzum anyagának csak egy kis részével foglalkozunk itt, sötét anyagról csak halvány elképzelés, teljesen sötét elképzeléseink vannak. Ezen kívül van még egy harmadik anyagfajta, amiről még annyit sem tudunk, ezért még a nevén is vitatkoznak. De minden esetre vannak szimulációk, hogy hogy oszlik el a sötét anyag. Tehát ez egy számítógépes szimuláció, viszont van egy fénykép. Azért tessék ezt tisztelni. Nem látszik, de lefényképeztük. Ez egy valódi fénykép, amit a csillagászok összeokoskodtak úgy, hogy a sötét anyag gravitációs hatása elhajlítja a mögüle jövő galaxis fényt. És abból rekonstruálták, itt az egyik, most már nem tudom, hogy a piros vagy a kék, az egyik az a galaxis halmaznak a csillagainak, az atomos anyagának az eloszlását mutatja, a másik pedig a sötét anyagnak. Van elképzelésünk arról, hogy hogy oszlik el a sötét anyag. Az univerzumból ott gőzünk sincs, hogy mi ez, hogy milyen részecskékből van, de minden esetre azt látjuk, hogy csomósodott. Ennek a csomósodásának a folyamatának sem ismerjük a mechanizmusát, de valami ilyesmi lehet, a gravitáció összehúzta. Ez egy mért eloszlás. Nem tudjuk, hogy miből van a sötét anyag, hogy egyféle részecskéből vagy többféléből, valószínűleg többféle van, de egyik sem bocsát ki fényt. Viszont az ember elképzeli azt, hogy ha valamilyen mechanizmus összehúzta, akkor amikor a sötét anyag felhői összehúzódott, akkor őnek is ki kellett bocsátani, mint itt, az energiájának egy részét. Nem fotonok formájában, mert azzal nem ad kölcsön. Lehet, hogy a sötét anyagban is vannak könnyebb, meg nehezebb részecskék, és őnek is megvan a maga sötét fotonja, a legkönnyebb részecske, ami elvitte az energiát, amikor ezek a felhők létrejöttek, és ez lehet az igazi fekete fény. Na, akkor legközelebb, ha ezt majd a csillagászok felfedezik, fizikusok kiokoskodják, akkor majd a fekete fény előadás erről fog szólni. És már csak egy
kérdés a közönséghez. Hogy a fizika mindenkiért talán hallottak róla, az egy olyan program, ami idén volt először. Az ország minden részén próbáltunk tavasszal fizikai rendezvényeket, kísérleti meg egyéb bemutatókat szervezni. Ez a logója. Amint látható, ami ott van, ez a szén-12-es atom, ami az élethez szükséges, és mindenféle az univerzumban elég nagy bőségben megtalálható. Kérdés, hogy hány elemi fermionból áll, elemi fermionból, tehát kvarkból és elektronból áll a szén-12-es atom. Tessék kiszámolni, és nagyon érdekes eredmény jön ki. Köszönöm szépen a figyelmet.